A Maldív-szigetek turizmusa még csak 50 éve létezik, de ma már a tökéletes pihenés, a luxus, a mindenigényt kielégítő szolgáltatások jutnak róla eszünkbe. Folytatjuk Szegedi Andreával, a Maldív-szigetek turizmusáért felelős regionális igazgatóval a beszélgetésünket, mi történt az elmúlt fél évszázad alatt, mit tudhatunk az őslakosokról, és hogyan tartják itt szem előtt a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket a turizmusban. Az ország gazdasági teljesítmények egyharmada az a turizmusból származik. Ez a legfontosabb exporttermékük. Ugye szoktam mondani, hogy furcsa ezt mondani, hogy a hozzánk érkező turista az egy exporttermék, de igen, ilyen szempontból a turizmus exportterméknek számít. Gyakorlatilag kiépült az az infrastruktúra, ami ehhez szükséges. Ugye nem akármilyen infrastruktúrát kellett kiépíteniük. Először is a szálláshelyfejlesztés volt egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon sokáig kötöttek az egy resort, egy sziget elfhez, már csak azért is, mert hogy amit mondtam, önmagában véve az összszárazföldi területe nagyon kicsi, de ezen belül is maguk a szigetek is icipicik, a legnagyobb szigete 13 négyzetkilométer. Hát hogyha már egy sziget egy kilométer hosszú, az már hatalmasnak számított, tehát így, és nem is az összes szigete lakott. Ugye említettem, hogy van közel 1200 szigete, ebből mindössze 200 olyan, ami lakott, és van 107 olyan sziget, ami ilyen resortként működik. Kezdetben nagyon szigorúan elválasztották egymástól, hogy vannak a lakosok, és vannak a turisták, mostanában azért már nem ennyire szigorú ez az elválasztás. Ami biztos, hogy ők egyértelműen a minőségi turizmus fejlesztésére törekedtek, drága a Maldív-szigetek. Ez részben adódik abból, hogy szinte mindenben importra szorulnak, a két legfontosabb bevételi forrása is egyébként az országnak az a turizmus és az importvámok. És még egy dolog, hogy az utóbbi időben nagyon erősen figyelnek a fenntartható turizmusra, erre majd még egy pillanatra térjünk vissza, és még egy dolog, infrastruktúrát kellett nekik olyan szempontból is fejleszteniük, hogy ezek a szigetek elszórtan vannak. Van Mali mellett egy kis sziget, Hulhule, oda érkeznek többnyire a turisták, ez a nemzetközi repülőterük, és akkor innen transferálják ugye a turistákat. Transfer, mit szoktunk, meg buszba ülünk, megyünk. Hát ez itt ugye nem megoldható. Úgyhogy vagy hidroplánokkal viszik a turistákat, vagy a közelebbi szigetekre, pedig kis hajókkal juttatják el. Tehát ez rendkívül sokat jelentett. Ugyanakkor, amit mondtam, hogy az utóbbi időben nagyon-nagyon odafigyelnek a fenntartható fejlesztésre. Egyrészt eljutottak odáig a fejlesztésben, hogy tudatosan fejlesztenek. Próbálnak arra törekedni, hogy semmiféle hulladékot ne termeljen egy resort, a napenergiát felhasználni, ebben nekik nyilván nagyon jó adottságuk van, igyekeznek nagyon takarékosan bánni az ivóvízzel, hiszen ez nekik nagyon kevés van, nincsenek folyóik, minden szigetet túl rövid ahhoz, hogy kialakuljon egy folyó. Kisebb tavaik, mocsaraik vannak, de hát ettől még nekik óriási probléma az ivóvíz. Illetve hát próbálják bevonni most már ebbe a fenntartható fejlődésbe például a turistákat is. Vannak olyan resortok, ahol a vendégek részt vesznek az zátonyoknak a megőrzésében. Vannak, ahol cápa ovik vannak, és ott dolgozhatnak a turisták, és hát vannak olyanok például, ahol sérült teknősöket ápolnak, és akkor úgy engedik őket vissza a természetbe, ebbe is bele lehet kapcsolódni. Ugye nekik a fenntartható fejlődés szó szerint a létkérdésük. Igen, lételemek. Azért, mert hogy van egy Guinness rekordjuk, mégpedig, hogy itt található a világ legalacsonyabb, legmagasabb pontja egy országon belül. Ez olyan nagyon furcsán hangzik, igaz? Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb pontjuk 2,4 méter. Többnyire ilyen maximum másfél méterrel a tengerszint felett, de most, hogyha a globális felmelegedés miatt ilyen ütemben növekszik az óceán vízszintje, akkor eltűnhetnek a Maldív-szigetek. Megszűnhet egy ország gyakorlatilag, és erre például próbálták úgy felhívni a figyelmet, hogy 2009-ben itt rendezték meg az első víz alatti miniszteri kabinetülést.
amivel semmi más nem volt a cél, mint hogy felhívják arra a figyelmet, hogyha nem figyelnek oda, akkor csak itt fognak tudni kabinetülést tartani, mert nem lesz szárazföldi részük. Tehát, hogy rengeteget fejlődnek ők maguk is, rengeteg új ötletet próbálnak bevinni. Például rájöttek arra, hogy ugye van egy stabil vendégkörük, itt a vendégek 60%-a visszatérő vendég. Nagyjából a 30 és a 60 év közötti turisták azok, akik a legjellemzőbbek a Maldív-szigeteken, és többnyire párok vagy kisebb baráti társaságok. Itt nincsenek bulizó fiatalok, nincsenek zugárusok a parton, de nyilván szeretnének például nyitni a gyerekes családok felé. Családok felé, igen, ezt olvastam. És nyilván nekik programok kellenének. Akkor a fiatalok felé nyitni egy kicsit. Például van egy zenei fesztiváljuk, amit én direkt megnéztem, hogy milyen zenei fesztivál lehet. Van egyébként saját zenéjük, erre majd visszatérek igen. még, de alapvetően ez egy olyan zenei fesztivál, ahol nagyon-nagyon híres DJ-ket hívnak meg, ami alapvetően, lássuk be, hogy főleg azért a fiataloknak lehet nagyon-nagyon vonzó. A legaranyosabb most is nekem borzasztóan tetszik az ötlet, és ez teljesen kapcsolódik egyébként a műsorhoz, vagy egyáltalán az ön koncepciójához, hogy most megkérdettek egy állást, és mondtam, hogy végre egy olyan állás, ami a bölcsészeknek jó. Igen. Hogy el lehet menni könyvtárost, a könyvesbolti eladónak, az egyik szigetre, egy luxus resortba vállalják tehát egy évig ott lakhat ingyen, egyébként így by the way, alig 30 ezer forint egy éjszaka ott, ez a legolcsóbb szobár, még kap valamennyi fizetést igen, is. Igen, 260 ezer forint, nem igen, nem olyan rossz az a fizetés, igen. Olvastam én és működtetnie kell a könyvesboltot, beszélgetnie kell a vendégekkel, de tartod egyébként irodalom órákat is. Tehát én nem tudom, én bölcsész vagyok, szóval így, ez így elgondolkodható. Szerintem mindannyian gondolkodtunk, igen. hogy mit lehetne, mert ugye egy éves szerződés lehet egy éves kötni szerződés. Erre, és hát igen. igen, mindenkinek elindul a fantáziája, szerintem, aki egy picit is szereti a könyveket. Pontosan, és erre mondtam azt, hogy minden az IT-seknek, a szervezetfejlesztőknek, a HR-seknek van megkérdetve, végre egy lehetőség a vérbeli bölcsészeknek, és jó lehetőség, iridlésre méltó lehetőség. Úgyhogy ezek érdekes dolgok, és hát persze próbálnak kitalálni program lehetőségeket, és említettem a zenét, és van saját zenei irányzatuk, ez a Bodu Beru. Ez tulajdonképpen így azt jelenti, hogy Bodu Beru, nagy dob. És ez egy hagyományos zenei stílusuk, amit férfiak játszanak, dobbal kísért énekszó, és közben táncolnak. Alapvetően egyébként ennek inkább vallási ünnepekhez kötődött, például a Ramadán idején használták ezt a Bodu Berukat, de most már benne van például a turistáknak bemutatott programokban is, vagy meg lehet nézni most már a halászfalvakat, hogy hogy élnek a helyi halászok. Tehát most már nem választják el ennyire szigorúan egyébként a turistákat és a helyi lakosokat, be lehet menni Maléba, a fővárosba kirándulni. Azért itt, ott meg lehet tekinteni azt a mecsetet, ami 1653-ban épült, ez volt az első mecsetük. Tehát több olyan épített örökségük is van most már Maléban, ami egy igazi nagyváros, amit érdemes megnézni, meg hát furcsa, hogy ott van egy paradicsomi kis szigetek, meg van egy város, ahol a lakosságnak az egyharmada él, picike szigeten, mit tud csinálni, felfelé építkezik. Tehát a nagy, magas, modern épületek is jelen vannak. Amire figyelni kell, és nekünk kicsit szokatlan, hogy ugye ők másként dolgoznak, mint mi, péntek és szombat a kimenő napjuk, tehát vasárnap dolgoznak. Pénteken viszont nem. Tehát ezzel ugye kint számolni kell azért egy kicsit. Lehet, hogy a nyaralás során nem jut idő Maléba elmenni, ezért sorozatunk következő részében szó esik még arról, hogyan éltek egykor az őslakosok, de nem hagyhatjuk ki a Maldív-szigetekről szóló könyveket, az ott játszódó filmeket sem, és azt, hogy mi az az egyetlen szó, ami sokáig nem volt benne a nyelvükben.